Ennél az épületnél kezdődött a média tájékoztatása. Hende Csaba itt lakik, és ez volt a legfontosabb mondani valója most. Az országgyűlési képviselő Ungár Péternek a Facebookon megjelent videóját akarta cáfolni. Az LMP-s országgyűlési képviselő szerint az a közös bennük, hogy mindketten budaiak. Hende hangsúlyozta, hogy 62 éves és szombathelyinek született ősei a Mohácsi vész óta itt élnek, ezt az Oladi plébánia anyakönyve is bizonyítja. Két éves máltai selyem kutyája is részt vett az eseményen, mert, mint elmondta, nincs most kire hagynia Mucit. Ebbe a lakásba invitálta a sajtótájékoztató résztvevőit Hende, megmutatta a mindennapi életük bizonyítékait, a szekrényben lógó ruhákat, a hálószobát, a családi fotókat, díszeket a falon és a vitrínben. Ez az ingatlan a felesége tulajdona, az ő csónakázó tó melletti családi házát bérbe adták évekkel ezelőtt. Elmondta, hogy van Budapesten egy lakása, amelyet használni tud a munkájához, utóbbi ugyan a fővároshoz köti, de ide jön haza. Emlékeztetett, hogy amikor a kórház melletti híd felújításával kapcsolatban támadták, pont azzal érveltek, hogy a lakása melletti hídat akarja felújítatni, és most itt se lakik. Ezt a kérdést tette fel, majd azzal zárta az eseményt, hogy ha Ungár Péter tovább hazudozik, akkor megmondom a mamájának. Újságírói kérdésre válaszolva az ukrajnai-orosz háborúval kapcsolatban elmondta, elítéli az orosz agressziót és szolidáris az ukrán néppel, valamint az a kormány célja, hogy a lehető legtávolabb maradjunk ettől a konfliktustól.